Kedves vendégeink a tavaszi játékot hallották, és most pedig a Hőgyési Székelykör Hokéta néptánc csoportja következik, akik 1998-ban alakultak, művészeti vezetőjük Kocsnás Árpád. A néptánc csoport a Muhari Elemér Népművészeti Szövetség együttesi tagja. A kategóriában kiváló minőség. Kiválóan minőség hagyományozó együttes csoka 30 fiatal alkotja, akik szabad idejüket, energiájukat és pénztárcájukat nem kivéve áldoznak a bukovinai székely kultúra megőrzésére. Műsoruk címe Legényavatás, koreografálta Herceg Gábor, az együttes vezető. Ez koreográfia. Thank you.
Csoport Romániából érkezett. A csoport neve Florida Bukovina, Bukovina virágai. Képviselt település Szadova, Románia. Megalakulás éve 2008. Csoport vezetője Foka Loradana. Művészeti vezetője Volosemiu Vasemiu, Vasilai. Amit fontosnak tartanak elmondani önmagukról, népviseletük egyedüli az egész országban. Remélik, hogy úgy népviseletek, néptáncaikat is megőrzik, és átmentik az utókor számára. Műsoruk címe Román táncok. Fogadjuk őket szeretettel.
Thank you.
ennek a gyermeknek még egyszer kérek egy tapsot, gratulálok. Köszönjük szépen. Kedves vendégeik, most pedig következik a Sárga Tulipán Néptánc Együttes Bonyhától. Megalakulási kérek 2009. Művészeti vezető Kocsmás Gyula. Amit fontosnak tartanak elmondani. Céljuk, hogy elsajátítsák a történelmi Magyarország tájainak néptánc kincsét, kiemelt szeretet mutatva a kukorényi szépen néphagyományokat. A csoport alapeszménye, hogy a néptánc mindenkié, kortól függetlenül, így a színpadon több generáció is bemutatkozik. Műsoruk címe Babavárás Bukovinában. Thank you.
vendégeink Ásmenta Mehinket jönnek. Következik a Kisdorogi Székely Hagyományozó Egyesület. Megalakulás év 1993. Csoportvezetője Forrai Katalin. Művészeti vezető Wittner Mátyásné. Rendszeres résztvevője a Bukovina Fesztiválnak, belléptek két alkalommal Lengyelországban, Romániában, a Vajdaságban, Hertelendi falván, az Aratónakokon, Cserna keresztúrok és a Székely találkozón. Céljuk a bukovinai székely hagyományok ápolása, megőrzése, kapcsolatok kiépítése, ápolása, az értékek átmentése. Büszkén vállalják székelységüket, múltjukat, viseletüket. Ezt az érzést szeretnék átadni a fiatalabb korosztálynak. Műsorok címe: Meg kell a kultának érni. Yeah.
Kedves vendégeink, a Garai Ifjúsági Tánccsoport következik, megalakulásuk éve 2005. Csoportvezetők Antal Anita és Antal Zsolt. Galapösség három nemzetiség által lakott falu. Délszlávok, németek és magyarok, bukovinai székelyek lakják a települést. Repertoárunkban a falu lakta népek táncai mellett szívesen ismerkedünk más tájegységek táncaival, zenéivel, énekeivel. Műsoruk címe Bukovinai táncok. Fogadjuk őket! Thank you.
Kedves vendégeim, ez a fesztivál nem jött volna létre, ha nem lettek volna támogatók. Engedjék meg, hogy a népsor körülvessem, akik támogatták a fesztivált. Nemzeti Kulturális Alap, Bonyhád Város Önkormányzata, Nemzeti Együttműködési Alap, Polgári Szövetségét Alapítvány, Bölcsődi, Többcévi, Kistérségi Társulás, Koller Panció, Visegrádi Alap, Mecsekért ZRT, Paksi Atomerőmű ZRT, Szemcsik István, Losonczi József, Szikvizes, Fazekas Autópontó, Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztatási Társulás, Kasler István, köszönjük a támogatást! Most pedig következzen az Izmini Székely Népi Együttes megalakulásuk éve 1971. Csoportvezető Sebestyén Vince, művészeti vezetője Csiszéri Éva. Amit fontosnak tartanak elmondani önmagukról, az, hogy célunk, feladatunk, hogy a bukovinai székely néphagyományokat ápoljuk, és az utókor számára megőrizzük. Műsoruk címe Legényavatás. Fogadjuk őket szeretettel. Thank you.
Most mutatom meg, frissebben! Thank you.
Kedves vendégeink, ezzel a fellépők sora véget ért. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megtisztelt eljött és színesítette a mai napot. Köszönjük a rendezőknek, a szervezőknek, akik hozzájárultak áldozatos munkájukkal a fesztivál sikeréhez. És mit is tennék elmondani? Igen. Na menjenek sóba, mert Radák Janinak már itt már viszkát a talpa, mert 20 perc technikai szüret után jön a koronája mai napnak, ugyanis Bukovinaiban is nemzetközi táncház találkozó lesz, de bukovinai táncok is lesznek közte, hogy nem menjenek sehova, itt majd lehet táncolni, és most átadnám Csibi Krisztinának a szót. Én végezetül szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, és megkérem mindannyiukat, hogy zárásképpen énekeljük el közösen a Székely Hímnusz. Ki tudja jövőre augusztus első hétvégén találkozunk, viszontlátásra!